Jó napot kívánok! Bátaszék város ebben az évben 2,2 milliárd forintból gazdálkodik. Bozsonyik Robert polgármester a költségvetés tárgyalásakor azt mondta, hogy az állami támogatások ugyan szűkösek, mégis akár szociális, akár oktatási szférát nézzünk, a város kigazdálkodhatja mindazt, ami kötelező feladat. Bozsonyik Robert polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, az elmondható, hogy ez a 2,2 milliárd forint arra biztosan jó, hogy egy nyugodt évet zárhasson a ciklus végén a testület, illetve a város? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát a költségvetés összeállítása az mindig egy izgalmas kérdés egy település életében. Ez volt így az elmúlt időszakban, a 3 hónap azt lehet mondani, hogy erről szólt. Mi egy zsinór mentén próbáljuk mindig a költségvetésünket összeállítani, van egy gazdasági cselekvési programja, egy ciklusra szólóan a képviselőtestületnek, ezt mindig úgymond fellapozzuk a költségvetés készítésekor, megnézzük, hogy abban ütemezetten hol állunk annak a programnak a megvalósításával, megnézzük, hogy időközben milyen igények léptek föl a város polgárai részéről adott esetben, megnézzük, hogy menet közben milyen pályázati forrásokat nyertünk, és azoknak a megvalósítása hogyan zajlik, és ezen elvek mentén kezdjük összeállítani az adott évi költségvetést. Ugye a 2,2 milliárd nagyon nagy számnak tűnik. Adott esetben a városnak a költségvetése nem ennyi. Egy általános működési évben 1,2-1,4 milliárdból gazdálkodik a városunk, de tekintettel, hogy sikeresek voltunk az elmúlt időszakban különböző pályázatokon, a pályázatokhoz elnyert források, amelyek nem kerültek felhasználásra, természetesen beépültek az ezévi költségvetésbe is. De azt tudom mondani, hogy egy kiszámítható, vállalható, és ha valamilyen fajta viszmajor esemény nem jön közbe, egy igen biztonságosan végigvihető költségvetés sikerült ebbe az esztendőben is összeállítani. Egy városban mindig a visszajelzések alapján néhány dolog van, ami meghatározza, hogy az emberek azt mondják, hogy jól működik vagy a város, vagy nem. Nyilván egy fejlesztésről nem biztos, hogy tudják, hogy mit hoz majd a jövőben, de ha rosszul működik az egészségügy, vagy nincs elég óvoda, akkor biztosan mérgelődnek az emberek. Mik azok a gócpontok, amikre egy városvezetésnek minden évben oda kell figyelni ahhoz, hogy egy harmonikusan működő városképet alakíthasson ki? Hát szlengesen fogalmazva, hogy azt szoktuk mondani, hogy 3 olyan terület van, amit egy mindenkori településvezetőnek mindig rendben kell tartani. Az oktatási épületeit, az egészségügyi dolgait, illetve a temetőjét, hiszen ez a 3 olyan terület, ahol mindig találkozik a bátaszéki, mondjuk jelen esetben a bátaszéki polgár az ezzel kapcsolatban. Ezt szem előtt tartjuk mi is, hiszen ez mind a 3 terület nagyon kardinális és nagyon fontos a város életében. Ugye alapvetően a 2012-es átszervezés követően oktatási épületeinkkel, illetve oktatással kapcsolatban sok feladat nem maradt az önkormányzatnál, csak a bölcsőde, ami mondjuk nem is oktatás, hanem egészségügyi feladatnak minősül, illetve az óvoda az, ami önkormányzati fenntartásban és működtetésben van. Erre nagyon oda is figyeltünk ebben az esztendőben. Mi ezt évek óta már egyébként társulási formában tartjuk fönt Alsónyékkel, Pörbölyjel, illetve a tavalyi esztendő tekintetében már Alsónánával is. Ez egy jól működő, kialakult rendszer. Itt azt lehet mondani, hogy az állami finanszírozás is teljesen rendben van, mert a ez évi működési költségeknek majdnem a 90% az állami forrásból megérkezik az önkormányzathoz. A 10% az meg egy teljesen kezelhető és egy teljesen normális állapot, hogy egy ilyen létesítményt fent tudjuk tartani. Maximális kihasználtsága működik mind a bölcsődénk, hiszen 2 bölcsődei csoportban tudjuk a gyermekeket fölvenni, és úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez elegendő is, ahhoz, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. Illetve hát az óvoda tekintetében Bátaszéken 9 óvodai csoport működik, és minden településen egy-egy óvodai csoport. Ez is elegendő ahhoz, hogy a lakosok igénybe tudják venni az óvodai szolgáltatást. Szakmailag, pénzügyileg úgy gondolom, jól működik a rendszer, mindent tudunk benne biztosítani, ami egy 21. századi óvodában elvárható, tehát ezen a területen azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Egészségügy területén is, hála jó Istennek, azon kedvezményezett vagy kedvező önkormányzatok közé tartozunk, hogy nálunk a védelmi ellátás kivételével nincsenek problémák. Valamennyi háziorvosi körzetünkben háziorvos működik, gyerekorvosi körzetünkben van gyerekorvos, 2 fogorvosi körzetünkben magas szintű ellátás folyik. A védőnő ellátásra mi is küzdünk, mint bárki más, úgy gondolom az országban. Sajnos nincs elegendő védőnő, folyamatos helyettesítéssel tudjuk megoldani, illetve abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy fiatalok a védőnőink, és hát
ők gyermeket vállalnak és abban az időszakban vannak. Örülünk, mert nő a település lakosság száma, és hát azért gondot okoz az ő pótlásuk. De azt lehet mondani, hogy ezen a területen is teljesen rendben vagyunk. Tavalyi esztendőben is tudtuk az intézményt egy kicsit csinosítani, szépíteni. Ebben az esztendőben is történnek majd események az egészségi ellátás terén, hiszen kicsit rendbe kívánjuk szedni a központi orvosi rendelőinket, ott festések, térburkolások lesznek, illetve hát próbálunk fűtéskor szerűsítésével, klimatizálással egy kicsit még a helyzeten javítani. Az költségvetés tárgyalásokkor azt hiszem elhangzott egy ilyen mondat, hogy a szociális szféra az a hely, ahol igazán a városnak, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a zsebébe kell nyúlni, mert hogy 40% hiányzik talán, vagy 40% van meg a támogatáshoz. Így van. Az egy terület, azt lehet mondani, ami borzasztóan alulfinanszírozott a szociális ellátás, és azon belül is az idősekkel kapcsolatos ellátási formák, a nappali ellátás, illetve a házi segítségnyújtás. Itt a város mintegy 22 millió forintot tesz be a költségvetésbe. Ez valóban mintegy 40%-a a működési kiadásoknak, annak érdekében, hogy működőképes legyen. Egyrészt borzasztóan alulfinanszírozott ez ellátási típus, másrészt ugye a működési kiadások nőnek, az olló nyílik, és hát mivel szociális ellátási területről beszélünk, itt azt lehet mondani, hogy nem lehet átterhelni az érintettekre ennek a teljes költségét. Így a város, ahogy említettem, mintegy 22 millióval hozzájárul annak érdekében, hogy ez működőképes legyen. Tehát ez az a terület, ahol komolyan zsebbe kell nyúlni. A közigazgatás tekintetében rentábilisnak mondható, hiszen a közös önkormányzati hivatalt közösen tartjuk fönn, gyakorlatilag Alsónyékkel, illetve Alsónánával működőképes, szakmailag a külső szervezetek véleménye szerint is magas színvonalú szakmai munka folyik. Tehát azt lehet mondani, hogy a klasszikus intézményrendszerünk, ami az oktatásra, egészségügyre, közigazgatásra vonatkozik, ez egy jól kiépített, szakmailag jól felépített és finanszírozható rendszer most már évek óta változik. Annak ellenére, hogy a város beteszi, amit bele kell tenni ebbe, és azt mondja, hogy nem lehet mindent átruházni az érintetteknek, mert hogy szociálisan hátrányos helyzetűek. Bizonyos díjakat így is úgy is meg kellett emelni. Minimális mértékben hozzá kellett nyúlni a díjakhoz. Ezek nem érik el az önköltségi árat. Ugye a számítási modellje ennek a díjaknak gyakorlatilag az önköltségnek a kiszámítása. Mennyit kellene egyébként a szolgáltatást igénybevevőnek önköltségi áron befizetni. Ezek aránylag magas összegek, akár a házi segítségnyújtás tekintetében, akár az idősek nappali ellátás tekintetében, ennek a töredéke került megállapításra. Egyedül talán azt lehet mondani, hogy a szociális étkeztetés terén lehet azt mondani, hogy ott áthárította a város a bekerülési költséget a szolgáltatás igénybevevőknek, de a többi területen nagyon-nagyon alul van a díj megállapítva, pont annak érdekében, amit említettem, hogy fizethetővé váljon, és ne terheljük túl a szolgáltatási igénybevevőket. Ne hagyjuk ki a temetőt a triumvirátusból. Igen. A temető tekintetében hasonló elképzelések mentén haladtunk az elmúlt esztendőkben. Itt a város is eldöntötte 2015-ben, hogy honnan, hová szeretne jutni a ciklus végére. Egy fejlesztési tervet fogadtunk el, és annak mentén, annak a végrehajtása mentén haladunk. Ez elsősorban a temető belső útjainak a kiépítésére vonatkozott. Itt azt lehet mondani, hogy a déli oldalon elkészült, északi oldalon a ciklus végére, az ez év végére mintegy 50%-os készültségben lesz hossz tekintetében az útnak a megvalósítása, de emellett folyamatosan ügyeltünk ahhoz, hogy a ravatalozó épülete, illetve azok a kiszolgáló helyiségek, amelyek a kegyeleti feladatok ellátásához szükségesek, ezek mindig rendezettek legyenek. Sőt, ebben a ciklusban már második alkalommal fog a város urnafalat építeni, hiszen a szolgáltatást igénybevevőknek a köre azért változik, és hát egyre jobban abban az irányba mozdulnak el, hogy egy kicsit költségmentesebben vagy költséghatékonyabban vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Ezek közé tartozik többek között az urnás temetés, ehhez kell a városnak alkalmazkodni, és ebben az esztendőben is egy urnafalat fogunk építeni az elkövetkezendő hónapokban. És ha kívülünk a temető kapuján, akkor mindjárt áttérünk egy másik
fontos dologra, ezek az utcafejlesztések. Ugye ott épült egy parkoló, és az idei évben pedig az utca épül meg, vagy épül át. Így van. Alapvetően a ciklus elején a lakosság részéről fogalmazódott meg igényként, hogy nem igazán tartható a Garai utcának a műszaki állapota, amit minden városvezetés, a korábbi városvezetés is tudott, és nem azért nem valósult meg, mert bárki ezt felületesen próbálta kezelni, hanem nem voltak meg az anyagi lehetőségek. Itt az elmúlt időszakban, hála jó Istennek, kialakult egy olyan költségvetési helyzet, hogy a város két év elhúzott időtartamban, 2018 és 2019-es költségvetésében tudott ehhez forrásokat biztosítani. Ugye tavalyi esztendő végén valósultak meg az ön által is említett parkolók, amelyek segítik a temető megközelíthetőségét és azt, hogy a temetőben látogatók tényleg kulturált körülmények között tudják a gépjárműveiket tárolni. És 2019-ben a temető előtti szakaszon, azt lehet mondani, a temető északi bejáratától a Nyéki utcáig egy teljes átépítése történik meg a Garai utcának. Ezen belül meg fog történni egy zárt csapadékvízelvezető rendszernek a kiépítése. A járdákról, épületekről ennek megfelelően fogjuk ehhez igazodó műszaki tartalmon lehozni a csapadékvizet. Ezen a szakaszon egy járda rekonstrukció, és természetesen a teljes útburkolat megújul, kiemelt szegélyek közé egy szélesítéssel és a mai kornak megfelelő burkolattal és pályaszerkezettel fogjuk a Garai utcának ezt a szakaszát ellátni. Hát ez egy nagyon nagy adósság, és úgy gondolom, hogy ezt egyrészt a temetőben látogatók igényeit megfelelő módon ki fogja szolgálni, másrészt a Garai utca ezen a szakaszán lakókat is. Hát nagyon bízunk benne, hogy esetlegesen továbbiakban is tudjuk majd folytatni, hiszen ez csak egy említettem, mintegy 250-300 méteres szakasz lesz. Többször említette, hogy az egész működés a ciklus egészére egy tervezés alapján folyt. Ha már az útfelújításokról, vagy az utcák felújításáról beszélünk, amikor átvették a város irányítását, akkor melyik voltak azok a területek, amikre azt mondták, hogy ezeket feltétlenül muszáj megcsinálni, és mi az, ami abból is készült? Alapvetően, amikor átvilágítottuk a 2015-ben a város állapotát, azt azért meg lehetett állapítani, hogy nagyon nagy problémák a város életében nincsenek. A korábbi városvezetés is mindig törekedett arra, hogy az akkori forrásokat, a rendelkezésre álló forrásokat az igényekhez igazodva próbálja felhasználni, de hát maradtak el feladatok. Ilyen például az utaknak az állapota, hiszen ebben a ciklusban a Lajvér utcának egy igen kritikus szakaszát sikerült felújítani, a Baros utcának egy kritikus szakaszát, és most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Garai utcában is, de még maradtak el olyan utcák, amelyek nem rendelkeznek olyan minőségű szilárd burkolattal, ami mondjuk a 21. században elvárható. Gondolok én a vasút környékén van egy ilyen utcánk, vagy az általam is, vagy ahol én is lakom, a Herman negyed utca is gyakorlatilag egy ilyen utca. Tehát lesznek még a hátralévő időszakban is feladatok. Város üzemeltetés egyéb területén a ciklus elején az oktatási épületek működtetésbe vétele volt egy fontos mérföldkő, amit szerettünk volna teljesíteni, azt sikerült is. Megváltozott jogszabálykörnyezet miatt ugye gyakorlatilag egy évig élveztük időzőjelben ennek az előnyeit, hiszen ott akkor mintegy 35 millió forintos megtakarítást tudott az önkormányzat elérni, amelyet vissza tudott forgatni gyakorlatilag a város egyéb területére, de ugye itt megváltozott a helyzet, és most már nincs ilyen jellegű kötelezettségünk, és sajnos megtakarításunk sem e tekintetben. A kultúra területén próbáltunk, illetve a városmarketing területén láttuk azt, hogy változásokat kell végrehajtani, hiszen nem nagyon tudtunk haladni az idő elvárásaival. Ennek megfelelően át is szerveztük a közművelési feladatokat, hiszen közalkalmazotti rendszerből egy vállalkozás érintett rendszerben, marketing Kft-n keresztül látjuk el feladatot, illetve rendszereztük az ezzel kapcsolatos feladatainkat, hiszen minden olyan jellegű feladatot, ami kultúra, városmarketing tekintetében, a város életében felelhető volt, ezt ebbe a szervezetbe integráltuk, és hozzá is rendeltük a megfelelő forrásokat. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon nagy problémák nem voltak a ciklus elején, amelyekre azonnal reagálni kellett. Súlyponti kérdésekben máshová helyeztük adott esetben, talán ennek a ciklusnak a hangsúlyait, és adott esetben pedig az elkészített cselekvési program mentén szerettünk volna, és úgy gondolom, az mellett is haladtunk. Tehát nem nagyon kapkodtunk bele
dolgokban, hanem amit elképzeltünk, azt a programot próbáltuk végrehajtani, és hát reményeim szerint sikerült is 2019-ig. Egy picit beszélünk a város gazdaságáról és ennek a fejlesztési irányairól. Én az elmúlt években csak úgy néhány dolgot, hűtőház, ipari park, börtön, tehát mindig jött valami téma, ami azt mutatta, hogy valamiféle potenciált látnak a külső erők a város fekvésében, működésében, meglévő erőforrásaiban. Mi az, ami sikertörténet ebben, és mi az, amire azt kellett mondani, hogy el kell engedni, mert nem lehet vele mit kezdeni? Sokan úgy gondolják, hogy az önkormányzatok jelentős befolyásra bírnak foglalkoztatási kérdésekben. Én úgy gondolom, az önkormányzatoknak erre nagyon nagy lehetőségük nem volt, és nem is lesz az elkövetkezendő időszakban. Ennek a ciklusnak az egyik vívmánya azt lehet mondani az, hogy pályázati forrásból feltételrendszert lehetett javítani, amihez gyakorlatilag foglalkoztatás kapcsolódhat. Ezt gyakorlatilag ki is aknázta a város maximális mértékben, hiszen 2016-ban benyújtott pályázat alapján az ipari parkunk mintegy 6 hektáros területén az ipari alapinfrastruktúra kiépítése zajlik, ez valamikor a nyár folyamán be is fog fejeződni. Így olyan infrastruktúrát tudunk helyben hozni, amely vállalkozások számára ad majd lehetőséget, hogy meg tudjanak telepedni, és a fenntartási időszakban igen kedvező feltételek között az ipari parkba be tudjanak települni. Emellett a város talán ellentmondva az előbbi kijelentésemnek némi munkahelyteremtéssel kapcsolatos elképzelést is végre tud hajtani, hiszen egy agrárlogisztikai központ egyszerűbb nevén hűtőház építésére is benyújtott pályázatot, és el is nyertük ezt az összeget. A közbeszerzési eljárás, én úgy gondolom, néhány héten belül a kivitelezés tekintetében lezárul, és megkezdődik ennek a 2000 négyzetméteres hűtőháznak a megépítése, amiben terveink szerint 10-15 munkavállaló tud majd tevékenykedni, dolgozni, és a környékbeli mezőgazdasági vállalkozások számára ad majd lehetőséget arra, hogy adott esetben a hűtőház szolgáltatásait kihasználva egy kicsit kedvezőbb pozícióba juthassanak a termékeik tárolásával, hűtésével, nehogy Isten árakkal tudjanak egy kicsit játszani. Emellett meg természetesen foglalkoztatási lehetőséget is fog adni maga a hűtőház. A város mindig is kereste azokat a kitörési pontokat, hogy milyen módon lehetne munkahelyeket teremteni, és hát ugye a ciklus közepetáján adódott egy lehetőség, hogy büntetésvégrehajtási intézet megvalósítására, vagy annak a helyszínéül lehetett jelentkezni. A város élt is ezzel a lehetőséggel, és abban a kedvező helyzetbe kerültünk, hogy úgymond listára kerültünk, azon települések listájára, ahol váraton meg is valósulhat egy ilyen büntetésvégrehajtási intézet. Igaz, hogy mi a tartalék címet nyertük el, de ezzel is már felcsirrant annak a reménye, hogy mintegy 250 munkahely jöhetett volna létre Bátaszéken, és amellett ugye maga a létesítmény mintegy 500 embernek a napi ellátását kellett volna biztosítsa. Még abban is láttunk potenciált, hogy akár kisvállalkozások, akár mezőgazdasági vállalkozások számára ez komoly beszállítási lehetőséget jelentett. Hát egy egészen más élet kezdődött volna. Így van. Ez a város minden követ megmozgatott, és minden anyagi lehetőségét is mozgósította, hiszen meg is vásárolt a terület, megvásárolt területet ahhoz, hogy biztosítani lehessen, megkezdtük az előkészületet, és hát valamilyen úton, módon ez kicsit megakadt, olyan mértékben, hogy mint egy két éve már nem beszélünk arról, hogy Bátaszéken büntetésvégrehajtási intézet létesüljön. Mi a területet ettől függetlenül tartjuk. Ha adott esetben újra felmelegítődik ez a kérdés, és adott esetben Bátaszék szóba jön ebben a dologban, akkor ezt újra át kell gondolni, és az akkori képviselőtestületnek a lakosság bevonásával egy igen megfontolt döntést kell hozni, hiszen ez akár pozitív, de akár bizonyos esetekben talán negatív irányban is befolyásolhatja a városnak az életét. Ha már földvásárlásról beszéltünk, az mindig elhangzik minden önkormányzati ülésen, amikor a gazdálkodás szóba kerül, hogy a testület egyik nagy érdeme, hogy gazdagította a város vagyonát. Így van. Ugye a gazdagítás az több lehetősége. A gazdagítás tekintetben több lehetősége van egy önkormányzatnak.
A könnyebb út idézőjelben az, amikor pályázati források megvalósításával létrehozunk értéket. Top pályázatok, alapinfrastruktúra, agrárlogisztikai központ, de ide sorolom azt a szennyvízberuházás is, ami közel 700 millió forint értékben növeli majd a város vagyonát, hiszen a szennyvíztelep felújítása zajlik, most már próbaüzem van, illetve vezetékeket építünk, és 100%-os mértékben becsatornázott lesz a település, mind a város tényleges belterületén, mind pedig a külterületi helyeken, Kövesde, Lajvéron, Vászkerelmi, a lakótelep, Orbánhegyi úton. Ezek is mind-mind növelik az önkormányzatnak a vagyonát. Ezek a 100%-os támogatás intenzitással Európai Uniós, illetve kormányzati forrásból valósultak meg. Viszont úgy gondolom, az önkormányzat gazdasági erejét igazán azt mutatja, amikor saját forrásból tud vagyont növelni, és ugye az általam említett büntetésvégrehajtási intézethez szükséges földterület megvásárlása, illetve a tavaly esztendő végén a város legrégebbi épületének, a számvevőségi épületnek a megvásárlása, ez teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg. Ez a kettő együtt gyakorlatilag mintegy 60 millió, 65 millió forintot tesz ki, és ide sorolom még azokat a beruházásokat, amelyeket az önkormányzat saját forrásból valósít meg. Energetikai korszerűsítések, amelyek megvalósultak, hiszen valamennyi közoktatási és közintézményünk már napelemesben van, illetve a város minden esztendőben mint egy olyan 55-70 millió forintot saját forrásból felújításokra, beruházásokra fordít, akár a saját épületei tekintetében, akár utak, járdák tekintetében. Ezek azok, amelyekkel igazán lehet mérni, hogy mennyire erős egy önkormányzat gazdálkodása. Ha már a számvevőszéki épület szóba esett, ez ugye most félig meddig kiállító. És ha ezt sikerül felújítani, akkor ennek a hasznosítása, hangzott el az önkormányzati ülésen, valószínűleg a kultúra területén marad. Ez egy nagyon sokszínű város, nagyon sokféle kultúrával. Valamilyen módon bevihető ez ebbe az intézménybe, vagy meg kell hagyni mindenkinek a maga házát, és abban kell segíteni az önkormányzatnak, hogy mindenkinek legyen székelyháza, legyen svábháza, legyenek emlékművei, akik régen ott éltek. Hát úgy gondolom, hogy ha értékelni kellene ennek a ciklusnak a leglátványosabb eredményét, akkor azt gondolom, hogy a városmarketing és a kultúra az, ami leglátványosabb. Mert őszintén szóval 300 millió forintot nyel az önkormányzat, és az föld alá elnyomja mondjuk egy ipari alapinfrastruktúrába, hát nem sokan látják. Jó dolog, érzékeljük, de nem sokan látják. Viszont a kultúra területén, városmarketing területén úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon látványos eredményeket értünk el. Kezdve azzal, amit említettem korábban is, hogy átszerveztük magát a rendszert, és ez már látványos volt. Folytatva azzal, hogy 2015-16-ban egy nagyon-nagyon komoly városmarketingnek köszönhetően európai fája lett Bátaszék, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy akkor kerültünk úgy igazán a közvélemény tekintetében a köztudatban. Bocsánat, mérhető ennek ma már a hatása? Igen. Én úgy gondolom, hogy igen, a tekintetben mindenképpen, hogy ha nem lett volna gyakorlatilag egy ilyen jellegű összefogás, akkor nem azt mondom, hogy nem lennének bátaszéki bornapok, de nem biztos, hogy ilyen létszámmal lennének bátaszéki bornapok, mint például a tekintetben. Nagyon sokan mai napig látogatják magát az évfáját. Gyakran járok én is oda, szinte nincs olyan alkalom, hogy turistabuszok ne lennének ott, csoportokat, iskolai csoportokat, nyugdíjas csoportokat szerveznek oda. Tehát kézzelfogható eredménye van ennek a dolognak. A bornapok sikere, azt kétféle jelentősége lehet. Az egyik az kicsit mezőgazdasági, hogy a bor minősége sokat javul, és az emberek szívesen mennek odavaló gazdák borait kóstolni. A másik, hogy létrejött egy olyan rendezvény, ami vonzó. Így van. Tehát magának a bornapoknak a létrehozásának is gyakorlatilag három célja volt. Egyrészt, hogy továbbiakban is erősítsék a közösségi kohéziót. Tehát legyen egy olyan rendezvény Bátaszéken, ahol a város apraja nagyja jól érzi magát, és színvonalas programmal szembesülhet a városon belül, hiszen ilyen rendezvényünk még nem volt. A másik, hogy erősítsük a városmarketinget, hogy erre a rendezvényre minél többen látogassanak ide Bátaszéken, és ha már itt vannak, nézzék meg a Molyos-tölgyet, vagy esetleg a város olyan nevezetességeit, mint a Romkert, templom,
tájház, vagy a számvevőszéki épületnek a kiállítása. Harmadrészt pedig igen, a borturizmus, tehát gyakorlatilag Bátaszék függetlenül attól, hogy szerves része volt korábban is a szekszárdi borvidéknek, igazán Bátaszéken nem kapott hangsúlyt a borkultúra és a bor, mint úgy gondolom, hogy a térség egyik legfontosabb terméke. Ebbe szeretnünk volna bekapcsolódni, hogy a Bátaszéki Egykösség területén működő borászatok Bátaszéken kapjanak gyakorlatilag megjelenési lehetőséget. És úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év bizonyította, hogy ez a hármas cél, ez abszolút meg tudott jelenni ebben a rendezvényben, mert napi szinten 6-7 ezer ember látogat el Bátaszékre, a településünk lakossága az ennyi. Tehát ennyi ember fordul meg és érzi jól magát, és adott esetben viszi Bátaszék jó hírét. Reméljük, ez így lesz idén is. Polgármester úr, köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.